vannak napok, amelyekkel minden telep a sötétség, amelyekkel rettenetes dörgések visszhangzanak, nem csak a házfalak között, hanem a lelkünkben is. Riadtan bújunk össze, vagy kuporgunk magányosan a szobánkban, miközben hidegesen veri a földet. De vannak napok, amelyeken végig sihannak a napsugarai a földön, a legsötétebb odokban is bebújnak, és végig simítanak a világon. Mint szerető kezek, kicsalogatják a madarakból az éneket, és az ág mosolyra gördül. De akármilyen ijesztő is a sötét napok feketesége, és akármilyen gyönyörű a szép napok varázsa, csak ha mind a két hangulat összekeveredik, ha összefolyik a meleg a hideggel, ha megbarátkozik a sötétség a világossággal, és ha találkozik a napsütés a esővel, csak akkor történik meg a csoda. Mi a csoda történik itt? Mintha egy távoli hegylánc halványkék vonalait látnám, de annál sokkal közelebbinek tűnik, és mégis olyan távoli. Egy óriási hullámnak tűnik, mert az óceánok képzésre indítok messzi útra. Talán maga az égbolt üdvözlődik, mint egy óriási kék hű a láthatáron. A szabadságot, a végtelenséget jelképezi ez a kék szín. Nézd csak, a kék mellett megjelenik a zöld is. Eleinte csak halványan, de egyre sötétebb lesz. Olyan a színe, mint a tavasszal kihajtott friss levelek, melyek kísérletet hoznak a határba. A nyugtató hatás, ami ebből a zöld színből árad, ez az élet és a természet színe. És a reménységé is. A sárga a nap színe, mely meleget ad és fényével árasztja el a földet. A napra forgó sárga szírmai mindig a nap felé fordulnak. Keresik világosságát, fényét, melegét. Napsugár nélkül nem lehetne élet a földön. A gyertya lángja is sárga, apró fényjára mosogat ad a hidegtéli időszakokat is. A piros a vérszíne, mely bennünk folyik és az életünket jelenti. Reggelente és esténként megcsodálhatjuk a pirossával ég alját. Így köszönt ránk a nap, és így búcsúzik kurvása idején. A piros a szeretet színe és a bátorsága is. A szeretet összeköti az embereket, és mindenkinek szüksége van rá. Az eső és napsütés találkozásából gyönyörű szép szivalán keletkezett, mely hidat képez az emberek között akár a szeretet. A szeretet bosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigység.
Élt egyszer egy hókirálynő és sok-sok apró hótündér. A jégboltában, ahol éltek, télen nagy volt a sürgés forgás. Ilyenkor bizony nagyon sok dolguk volt a kis hótündéreknek. Az ő feladatuk volt, hogy beborítsák a földet hóval, és szebb-nézszebb hópehely mintákat találjanak ki. A jégteremben ültek, rajzolgattak, tervezgettek, vagy épp hintették a földre a havat. Csak egy hótündérke nézegedett szomorúan az ablakon. Arról álmodozott, hogy csak egyszer, csak egyetlen egyszer hadd mehessen le a földre az emberek közé. De hiába kérlelte a hókirálynő, hogy üzemhajthatatlan volt. Kedves királynő, annyi szépet látok ilyenkor a földön karácsony környékén, engedjen le az emberek közé, hadd sétálhathassak közöttük. Mindenki olyan boldog, mindenki olyan vidám. Olyan jó lehet a földön élni. Így csak unatkozom, csak rajzolgatok, csak havat szórok. Már annyira szeretnék valami más csinálni. Na jól van, menj az emberek közé, de majd meglátod, ott sem mindenki boldog, ott sem mindenki vidám. Három nap múlva gyere vissza, mert különben soha többé nem térhet vissza közé. Mondd ezt a varázsigét háromszor. Hópihe, hópihe, szájide, szájide, legyek ott, ahol lenni akarok. Ha vissza akarsz jönni, akkor is lesz a varázslatnak. De ne feledd, három nap. Letelik a három nap, nem tényleg, soha többé nem tényleg vissza közé. A földön kárdában, babává válsz. De ezt már a kis hótündér nem is hallotta, majd hadarta is a varázsigét. Hópihe, hópihe, száj ide, legyek ott, ahol lenni akarok. Amikor megérkezett a földre, nagyon örült. Sétálgatott, nézelődött, csodálkozott, hogy mindenki nagy csomagokat cipel, hatalmas fenyőket visznek a lakásokba. Az első és a másik nap nagyon gyorsan eltelt azzal, hogy bámészkodott, ismerkedett, az emberek lakta világgal. Harmadik nap gondolta, mielőtt visszamegy, játszott egy kicsit a gyerekekkel. Ők mennyivel jobb játékot játszanak, mint mi a palotában. A gyerekek kíváncsian nézték gyönyörű hófehér ruháját, sapkáját. Az egyik gyerek elkiáltotta magát. Úgy nézek, mint egy habcsók, így akarsz játszani ilyen ruhában. Habcsók, habcsók,
kis hótündér szomorúan továbbment. Ők nem szokták a palotában bántani egymást. Ahogy sétálgatott, megpillantott két kisgyermeket, akik a játékból kirakat előtt nevelődtek. Az egyik szomorúan így szólt. Szeretném lenne egy ilyen bogát kapni. Látom, milyen gyönyörű ruhája van, olyan mindenki. Úgy látszik, nem mindenki kap olyan nagy becsomagolt dobozokat. Milyen jó azokat, amiket a hótündér elszomorodott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki olyan boldog. Vannak olyanok, akiknek nem jut karácsonyi ajándék. Ment a két gyermek után, hozzáig követte őket. Egy kis házba mentek be, de ők nem hatalmas fenyő volt feldíszítve, mint a többi házban, hanem néhány fenyőháloska volt egy vázában, és azon néhány papírdísz. A gyerekek gyertyát gyújtottak. Látta, hogy így is nagyon boldog, de a kis hótündér már tudta, hogy fog örömet okozni ezeknek a gyerekeknek. Tudta, ha nem megy vissza, amikor lejár három nap, akkor örökre a földön maradt, hófehér ruhás babává válik. Pont olyannál, ami erről a két gyermek álmodott. Már csak néhány perce volt, de nem mondta el a varázsigét. Becsöngetett a házba. A gyerekek kiszaladtak megnézni, hogy olyan kicsöngetett ilyenkor. Csodálkozva látták, hogy az ajtóban egy gyönyörű hófehér ruhás baba áll. Pont olyat, amilyet szerettek volna. Thank you.
Thank you.